Orbán Viktor Távol-Keleten, Japánban két megdöbbentő kijelentést is tett. Az egyik kijelentésében arról értekezlett egy kérdésre válaszolva, hogy mikor remélhető Magyarországon a csatlakozás az eurózónához, mikor fizethetünk euróval Magyarországon. Szeretném pontosan idézni a miniszterelnök szavait. Amikor mi a csatlakozásról gondolkodunk, nem a következő évről beszélünk, hanem a következő évtizedről, vagy két évtizedről, vagy három évtizedről. Ezt mondta Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva. Ez volt az első megdöbbentő kijelentése. Ez felér egy beismerő vallomással. Egy beismerő vallomás arról, hogy az orbáni gazdaságpolitika nem közelebb visz Európához, hanem egyre távolabb viszi Magyarországot a fejlett európai társadalmaktól. Világos beismerése ez annak, hogy Orbán Viktor ezzel a gazdaságpolitikával nem tud, de talán nem is akar csatlakozni az eurózónához. Orbán Viktor viszont elfelejtett hozzátenni ehhez a kijelentéshez néhány dolgot. Elfelejtette megemlíteni, hogy megválasztása előtt 4-6%-os gazdasági növekedést és 1 millió új munkahelyet ígért. Ehhez képest a magyar gazdaság vergődik, tavaly recesszióban volt, és a munkahelyek számát tekintve a versenyszférában mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg, elsősorban az igazságtalan, egykulcsos személyi jövedelmadó rendszer miatt. Ezzel kapcsolatos Orbán Viktor másik megdöbbentő kijelentése. Azt mondta egy másik eseményen, hogy a magyar, idézem a miniszterelnököt, a magyar egykulcsos személyi jövedelemadó rendszer a kulcs a gazdasági növekedéshez. Most az elmúlt bő három év világos cáfolata ennek a miniszterelnöki kijelentésnek. És sajnos a KSH számai is cáfolnak. Hónapról hónapra a versenyszféra foglalkoztatottságának csökkenését mérik, sőt, a KSH adataiból az is teljesen világos, hogy a közmunkások nélkül a magyar gazdaság egészében beleértve a költségvetési szférát is csökken a munkahelyek száma. Szeretném emlékeztetni a miniszterelnököt arra, hogy a baloldali elhajlással igazán nem vádolható századvég kutatóintézet egyik kutatója a minap jelentetett meg tanulmányt arról, hogy milyen hatásai vannak az egykulcsos adórendszernek Magyarországon. A gazdasági hatásokról már beszéltem, de ez a tanulmány világosan kimutatja, hogy miért igazságtalan. Azért igazságtalan, mert a több mint 400 milliárdnyi adókedvezmény nagy része a felső 10 000 zsebében landol. Az alacsony keresetű családok ebből az adócsökkentésből semmit nem érzékelnek. Ez az adórendszer tehát nem csak visszavetette ellentétben a miniszterelnök szavaival a gazdaságot, hanem súlyos társadalmi igazságtalanságot szült az országban. Magyarország Orbán Viktor vezetésével az elmúlt években nemhogy rákerült volna Európa térképére, ahogy ezt Japánba kijelentette, ezzel ellentétes folyamatoknak lehetünk a tanúi. Elég megnézni a versenyképességi rangsorokat, amelyek mind azt mutatják, hogy hazánk lassan évtizedekre marad le a térség országaitól, vagy a TAR kiméréseit, amely szerint 25 éve nem volt annyi szegény az országban, mint ma, vagy egy másik kutatóintézet legutóbbi tanulmányát érdemes idézni, amely azt állapította meg, hogy a magyar családok vásárló ereje Moldova szintjére süllyedt. Ellentétben Orbán Viktor szándékaival van olyan közép-kelet-európai ország, amely igenis szorgalmazza az euró bevezetését, ez pedig Románia. Románia miniszterelnöke a minap nyilatkozott, és ebben kijelentette, hogy Románia 2018 és 2020 között kíván csatlakozni az eurózónához. Vannak tehát olyan európai, kelet-európai országok, volt kommunista országok, amelyek képesek szembenézni a gazdasági kihívásokkal, olyan vezetése van, amely az ország gazdasági erejének növelésére törekszik, és nem olyan vezetése, amely egyre távolabb viszi az országot Európától.
Ez az Orbáni politika egy totális csőd gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt. A gazdasági növekedés lehetőségét elveszi a vállalkozásoktól, és a magyar családokra egy igazságtalan adórendszerrel a szegénység, a szegényedés perspektíváját erőlteti rá. Szeretném azt is elmondani, hogy ha Magyarországon két feltétel közül legalább az egyik teljesülne, akkor ma Magyarországon nem beszélhetnénk devizahiteles problémáról. Az egyik feltétel az, hogy a forint legyen ugyanolyan erős, mint kormányváltás idején volt, ebben az esetben ugyanis nem lenne devizahitel probléma Magyarországon. Vagy a másik feltétel, ha euróval fizetnénk, amikor szintén nem állna fenn ez a probléma. Nos, Orbán Viktor gazdaságpolitikával világossá tette, hogy nem tud, vagy nem akar olyan gazdaságpolitikát folytatni, amely az árfolyamot erősebbé és stabilabbá tenni, vagy az euróhoz közelebb vinni az országot. Ez a jelenlegi helyzet egyetlen egy rétegnek kedvez. Azoknak a haveri cégeknek, akik az uniós támogatás jelentős részét a megrendelések, a közbeszerzések lenyúlásával megszerzik. Ennek az állapotnak a fenntartása viszont nem lehet érdeke egy egész országnak. Miközben keleten úgy tűnik a miniszterelnök szájából új szelek fújdogálnak, itthon a helyzet változatlan, mai napig nincs válasz arra, hogy mire kíván a Magyar Nemzeti Bank 6 milliárd forint értékben kommunikációs célokra költeni. Milyen célokra, mi az, amit ennél jóval olcsóbban, adott esetben ingyen nem tudna a Magyar Jegybank megtenni, mire ez a magyar méretek között gigászi kommunikációs tender, egy olyan tender, amire nincs példa Európában, talán még Amerikában sem. Néhány nap eltelt már, hogy erre felhívtuk a figyelmet. A magyar nemzeti botrány kipattanása óta a Magyar Nemzeti Bank viszont hallgat arról, mi is a valódi célja ennek a 6 milliárdos tendernek.